Bővülő foglalkoztatás. Több ezren tudtak elhelyezkedni a munkahelyteremtő pályázatoknak köszönhetően Szabolcs-Szatmár Bereg megye mikro-, kis- és középvállalkozásainál. Astra csőd. A gépjármű felelősségbiztosítás átvihető más biztosító társaságokhoz. A károkat és a befizetett díjakat a romániai garancia alapból visszakapják a magyar ügyfelek. Terjeszkedés külföldre. A megyében kiemelten a mezőgazdasági vagy a mezőgazdaság közeli cégek számára nyújthat Svájcban piacra lépési lehetőséget a Svájci Magyar Kereskedelmi Kamara. Több ezren tudtak elhelyezkedni a munkahelyteremtő pályázatoknak köszönhetően Szabolcs-Szatmár Bereg megye mikro-, kis- és középvállalkozásainál, mondta el kérdésünkre a munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Zomba Sándor tájékoztatása szerint az ifjúsági garancia program eredményei is kiemelkedőek ebben a térségben. Itt helyezkedik el a legtöbb 25 év alatti fiatal. A kedvező statisztikák ellenére azonban a megyében még mindig magas, 15-20%-os a munkanélküliségi ráta. A hazai gazdaság emelkedő pályára állt, a GDP növekedés folyamatosan 2,5-3,5%-os, ami a munkahelyteremtés motorját jelenti, nyilatkozta televíziónknak a munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár. Hozzátette, a kormányzat legfontosabb feladata a szabad munkaerő átképzése, képzése, ami az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés növekedését eredményezheti a keleti ország részben. Ugye 2010-hez képest minden mutatója volt, tehát többen dolgoznak a megyében is, mint ahogy általában az országos adatok is javulnak. Ugye különösen 2012 második felétől látható egy látványos javulás. Ugye Szabolcs-Szatmár Bereg megyében is ugye számos olyan programot indítottunk, ami kifejezetten az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés segíti. Munkahelyteremtő pályázatokat írtunk, és érdekes módon, vagy hál' Istennek, Borsod és Szabolcs megye volt a legaktívabb ezeknél a pályázatoknál, és azt tudom mondani, hogy több ezer új munkahely jött létre a szabolcsi mikro-, kis- és középvállalkozásoknál ennek a programnak a keretében, és nagyon sok munkahely megőrzéséhez is hozzájárult. Míg az ország nyugati felében Győr környékén 2%-osra tehető a munkanélküliségi ráta, addig Szabolcs-Szatmár Bereg megyében ez az arány 15-20% között van, és kiemelkedően magas a közfoglalkoztatottak aránya is. Ez azért jelent problémát a térségben, mert a jellemzően alacsony szakképzettségű közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiaci integrációja szinte reménytelen, mondta el a munkaerőpiacért és képzését felelős államtitkár, aki arra is kitért, a pályakezdők esetében viszont javult a munkaerőpiaci helyzet. Pályakezdők esetében is javult a helyzet a megyét, illetően is 25 év alatti fiataloknál ugye nemrégiben indítottuk el az ifjúsági garancia programot, és azt kell mondjam, hogy a megyei munkaügyi szervezet gyakorlatilag a legjobban teljesít az egész országban, tehát arányait tekintve sokkal több fiatal tud elhelyezni itt, mint egyébként más területeken. Szomba Sándor elmondta továbbá, a területi különbségek azért jelentősek, mert korábban nehéz volt az ország keleti részébe vonzani a nagyobb vállalkozásokat. Ez a folyamat megváltozott, mivel a nyugati ország részben fogytán a munkaerő, ezért a térségünkben megtalálható munkaerő átképzésével felgyorsíthatóvá válik az álláskeresők elsődleges munkaerőpiaci elhelyezése. Több ezer ügyfél már váltott is, miután csődbe ment az Astra biztosító. A romániai pénzügyi felügyelet visszavonta a jogot, nem működhetnek tovább az Astra biztosító magyarországi fiókjai sem. A gépjármű felelősség biztosítás átvihető más biztosító társaságokhoz. A károkat és a befizetett díjakat a romániai garancia alapból visszakapják a magyar ügyfelek. A romániai pénzügyi felügyelet visszavonta az Astra biztosító tevékenységére vonatkozó engedélyt, amely a cég magyarországi fiókjait is érinti. Több ezer Astra ügyfél már jelezte, hogy vált és otthagyja a csődbe jutott biztosítót. Ezt ma reggelre már több hírportál is megírta. Ahogyan azt is, hogy itthon közel 200 ezer ügyfele vagy élő szerződése van a román tulajdonban lévő biztosító cégnek. A szakértők szerint mintegy 160 ezer kötelező gépjármű felelősségbiztosítási, 20 ezer lakásbiztosítási
biztosítási és 10 000 kaszkó biztosítás várhat cserére. Az Astra biztosító magyarországi fiúktelepe a következő napokban minden egyes ügyfeleit tájékoztatja a továbbiakról. Az ügyfelek a napokban egy levelet fognak kapni az Astra biztosítótól, melyben föl fogják ajánlani a közös megegyezéssel megszüntetésnek a lehetőségét szeptember 30-ával. Ez azt jelenti, hogy október 1-ével minden ügyfélnek új biztosítást kell kötnie, és értelemszerűen szeptember 30-ig díjjal rendezetteknek kell lennie a szerződéseknek. Azon ügyfelek, akiknek tovább van a díja fizetve, mint szeptember 30, lehetőségük van nekik is arra, hogy október 1-el új szerződést kössenek, és lehetőség adódik majd arra, hogy ezt a díjat, ami még bent marad az Astra biztosítónál, visszaigényeljék. Ezt már a román garancia alaptól lehet visszakapni, tette hozzá a szakértő. Mindezzel kapcsolatban az információk elérhetők lesznek a Magyar Nemzeti Bank honlapján, illetve érdemes az alkuszokat is megkeresni. Akiknek a személygépkocsijukban esetleges káruk keletkezett, jobb, ha figyelnek a kártalanítás módjára. Akinek esetlegesen kára van, szeptember 14-től az Astra biztosítónál már semmilyen kárrendezési folyamat nem zajlódhat itt Magyarországon. A romániai garancia alaphoz kell benyújtani ugyanezeket a kárigényeket, ugyanúgy, mint a pénzvisszaigénylést is. Már a formanyomtatvány elkészült magyar nyelven, ezt le lehet tölteni az Astra biztosító oldaláról, illetve az MNB oldaláról is. Azt, hogy hova, kinek és mikortól lehet elküldeni, ezek a kérdések még nyitottak, úgyhogy szerintem a napokban erre is meg fogjuk kapni a választ. 100 000 euróig biztosítottak az ügyfelek, a romániai garancia alap fizet. Az elmúlt napokban előfordult, hogy már nem vállalták a járművek javítását a műhelyek az Astránál kötött felelősségbiztosítások terhére. Volt olyan szervíz, ahol azt javasolták, fizessék ki a javítást, a számlát pedig vigyék el a biztosítótársasághoz. A Magyar Biztosítók Szövetségének nyilatkozata szerint a román garancia alap az Astra fiúktelepének ügyfeleit, esetleges károsultjait ezekben az esetekben is kártalanítja. Minden kis és középvállalkozás számára Szabolcs-Szatmár Bereg megyében kiemelten a mezőgazdasági vagy a mezőgazdaság közeli cégeknek nyújthat Svájcban piacra lépési lehetőséget a megyei kereskedelmi és iparkamara, valamint a svájci magyar kereskedelmi kamara. Jelenleg elsősorban fémipari és autóipari cégek termékeit szállítják a német nyelvterületekre, de további érdeklődők jelentkezését is várják. A svájci magyar kereskedelmi kamara 1992 óta több száz magyar vállalkozás számára nyújtott már segítséget, hogy akár egyénileg, akár egy már meglévő svájci céggel együttműködve piacra tudják vinni termékeiket vagy szolgáltatásaikat Svájcban. Ami egyértelműen jól működik évek óta, és amivel együttműködünk, hiszen az országos fémipari ipartestülettel mi kooperációban vagyunk, mint HSU, az a fémipar, gépipar, autóipari beszállítók, azok a fémiparosok, akik eddig is már szállítanak a német nyelvterületre, egészen biztos, hogy érdemes, hogy velünk közösen elkezdjük ezt a párbeszédet. A HSU minden olyan vállalkozónak ajánlja a svájci piacra lépést, akinek van egy olyan terméke vagy szolgáltatása, ami magas minőségben megbízhatóan értékesíthető. Ezért nem csak a már meglévő fémipari vállalkozások jelentkezését várják. Alapvetően minden KKV-t szívesen támogatunk. Ha a Szabolcs-Szatmár Bereg megyében gondolkodunk, akkor természetesen el kell mondani azt, hogy a mezőgazdasági és mezőgazdaság közeli iparágakat is kiemelten tudjuk kezelni. Svájc 26 tagköztársaságból álló szövetséges állam. A kantonok között adóverseny van, így a svájci piacra lépéshez mindenképpen hasznos lehet egy olyan szervezet segítsége, akik ismerik a cégek üzemeltetéséhez szükséges jogi és adózási hátteret, hangzott el a rendezvényen. Közlekedési baleset történt ma délelőtt a 38-as számú főútvonalon. Egy Nyíregyháza felől Nyírtelek irányába közlekedő személygépkocsi eddig tisztázatlan okból lefutott az úttestről, és két útszéli fának ütközött, majd a tetejére borult. Az autót vezető férfit súlyos sérülés gyanújával szállították kórházba a mentők. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Szeptember 16-a tavaly óta a C-vitamin világnapja. A feltaláló Szentgyörgyi Albert ezen a napon 123 évvel ezelőtt született. Munkásságáért 1937-ben orvosi és élettani Nobel-díjat kapott. A C-vitamin fontos szerepet tölt be egészségünk megőrzésében. Az emberi szervezet nem képes aszkorbinsavat előállítani, ezért pótolni kell. Legjobb C-vitamin forrásaink a zöld paprika, a citrusfélék, a friss zöldségek, kifejezetten a paradicsom, a káposzta és salátafélék.
Minimum egy ilyen 50-100 mg-ot kell bevinni, de ez csak arra elegendő, hogy a fogaink ne hulljanak ki, tehát hiánytünetek ne alakuljanak ki. Ez emellett a C-vitaminnak egy nagyon erős antioxidáns hatása is van. Ezt legegyszerűbben már akkor meg lehet figyelni, hogyha egy krumplira, ami kicsit megbarnult, vagy alma, ami szintén meg tud barnulni az állás közben kis aszkorbinsavat szórunk, azonnal ki fog világosodni. Ez az antioxidáns hatása miatt történik. Ugyanez a szervezetünkben is kialakul, ezáltal védi a különböző környezeti ártalmaktól a szervezetet, ezért érdemes egy nagyobb mennyiséget, tehát legalább 500, illetve megfázásos időszakban akár 1000 mg-ot bevinni belőle, hogy ne csak az immunrendszerünket stimuláljuk, hanem a káros anyagoktól is védjük magunkat. Beiktatták a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság új vezetőjét. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. A következő egy évben egy szponzorautó is segíti Hellebrand Máté olimpiai felkészülését. A riói ötkarikás játékokon való szereplés jogát első Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sportolóként kiharcoló gyalogló jelenleg pihenőjét tölti, de október elején már elkezdi az edzéseket a Nyíregyházi Sportcentrum atlétája. A felkészülés hatodik hetében jár a nyíregyházi kosársuli amatőr nemzeti bajnokságban szereplő együttese. Farkasinszki Gyuláné tanítványai vasárnap Kassán lépnek pályára a helyi NB1-es csapat ellen. A klub serdülő csapata szintén Kassán vesz részt egy háromnapos tornán. Kinevezték a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság új vezetőjét. Mint ismerte, a korábbi igazgató Csepeli Zsigmond életének 45. évében rövid, súlyos betegség következtében idén június 24-én hunyt el. Az új igazgatót, Varga Bélát ünnepélyes keretek között a megyeházán iktatták be. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízott főigazgatója a megyeháza dísztermében kiemelte, az elmúlt fél év rendhagyó volt a szervezet életében, hiszen most nem csak a katasztrófák, a veszélyhelyzetek okozta kihívásokkal kellett megküzdeni, hanem a fiatalon elhunyt bajtársak, köztük a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság korábbi vezetőjének elvesztésével. Igazgatónak pedig olyat kellett ide találni, keresni, aki megfelelő tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezett, akinek megfelelő ismeretei vannak. Szabolcs megye veszélyeztetettsége az egy ismert fogalom mindenki számára. Nem tehettük meg azt, hogy kockáztassunk, hogy esetleg olyan még gyakorlattal nem rendelkező vezetőt nevezzünk ki, aki itt kell, hogy megtanulja a vezetői szakmát. Ezért esett a választás Varga ezredes úrra, hisz ő idevalósi. Ő pontosan ismeri ennek a megyének a problémáit. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság új vezetője korábban már töltött be hasonló tisztséget. 2012. decemberétől ő irányította Jász-Nagykun-Szolnok megye katasztrófavédelmi igazgatóságát, korábban pedig 2000. szeptember 1-től a szabolcsi igazgatóságon dolgozott, majd 2012. januárjától közel egy évig vezette a nyíregyházi katasztrófavédelmi kirendeltséget. Barátomként tisztelt Csepeli Zsigmond tűzoltó dandártábornok úr által elkezdett munkát szeretném folytatni, és természetesen azoknak a munkáját is, akik az elmúlt évtizedekben vezetőként dolgoztak a megye katasztrófavédelme érdekében. Én ezeket az alapokat szeretném tovább csiszolni, aprólékos munkával továbbfejleszteni és javítani az igazgatóság szakmai tevékenységét. Az új igazgató hozzátette, bízik a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság teljes személyi állományában, így joggal reméli, hogy közös munkájuk révén tovább javíthatják a megye biztonságát. Idén harmadik alkalommal rendezik meg a Tirpák Fesztivált szombaton Nyíregyházán. Az egésznapos rendezvényen a tirpák hagyományokat és életmódjukat mutatják be az érdeklődőknek. Délelőtt amatőr és profi csapatok több mint 40 féle ételt készítenek majd, a gyerekeknek pedig marcipán készítő versennyel készülnek. Folyamatos színpadi programok, a múzeumfalu kiállítása és színes kísérő rendezvények várják a Kossuth térre érkezőket, este pedig egy utcabál hangulatú retro bulival zárják a napot. Ez a harmadik Tirpák Fesztivál, annyiban lesz
különlegesebb, mint a többi, hogy hungarikumok találkozója is lesz. Ugye jó sokfajta hungarikum fog megjelenni az akászmésztől kezdve a tokai boron át, a különböző eredetvédek pálinkákig. Itt lényegében szombaton délelőtt egy ilyen kettős osztatú, illetve kétfelé választható programcsomaggal próbálunk kedveskedni a Nyíregyházán, illetve a megyében lakóknak. Egyrészt lesz egy nagy főzőverseny nagyon sok csapattal, profikkal, nem profikkal. Másrészt pedig lesz egy nagy hagyományőrző műsor, amely a népi hagyományainkat, a tirpák népi hagyományainkat is feleleveníti. Ez fog 3 óráig tartani. Utána lesz egy eredményhirdetés, amelyben a főző versenynek az eredményét hirdetik ki, de ne menjen senki haza, mert utána kezdődik egy könnyedebb buli. A következő egy évben egy szponzor autó is segíti Hellebrand Máté olimpiai felkészülését. A riói ötkarikás játékokon való szereplés jogát első Szabolcs-Szatmár Bereg megyei sportolóként kiharcoló gyalogló jelenleg pihenőjét tölti, de október elején már elkezdi az edzéseket a Nyíregyházi Sportcentrum atlétája. Egy Szabolcs-Szatmár Bereg megyei részvevője már biztosan lesz a riói olimpiának, a 2012-es londoni ötkarikás játékokon is induló Hellebrand Máté már az év elején teljesítette a 20 kilométeres táv kiküldetési szintjét. A 26 éves gyalogló a papírformának megfelelően begyűjtötte a hazai bajnoki címeket, de a nemzetközi porondon is sikeresen szerepelt a mögöttünk lévő idényben. Ez az év ez nagyon sikeresnek mondható, nagyon örülök, hogy sikerült ez az év. Az idei fő célom az sikerült elérnem, ami az olimpiai szint teljesítése volt, ezt szinte minden versenyen tudtam teljesíteni. A másik nagy célom pedig az univerziádé volt, a főiskolás és egyetemistáknak a világbajnokságán elért 4. helyemre vagyok még nagyon büszke. A gyalogló felkészülését, edzésekre, edzőtáborokra, versenyekre való eljutását egy támogatónak köszönhetően a következő egy évben egy szponzorautó is segíti. Felnézünk a kimagasló teljesítményekre, ha ez kimagasló sport teljesítmény és egy fiatal embertől jön, akkor mi ezt úgy gondoljuk, sőt Szabolcs megyei fiataltól úgy gondoljuk, hogy nekünk ezt segíteni kell. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke is, aki, mint elmondta, bízik abban, hogy Hellebrand Máténak lesznek nyíregyházi követői. Én nem felejtem el azt a 3-3,5 évet, amit itt tölthettem versenyzőként, ez nekem nagyon komoly segítség volt, nagyon jó érzés volt, hogy egy olyan szervezet, egy olyan város állt mögöttem, ahol komolyan vettek, és hát nagyon bízom abban, hogy Mátén kívül lesz még olimpiai résztvevője, vagy az olimpiai csapatnak tagja nyíregyházi versenyző, hiszen szerintem Bakosi Péternek, vagy akár Szikszai Robinak, ugye a magasugrásban, vagy a diszkoszvetésben megvan az esélye arra, hogy egy év múlva, vagy az elkövetkezendő időszakban kiharcolják az olimpiai részvételt. A gyalogló jelenleg 2 hetes pihenőjét tölti, majd október elején elkezdi a felkészülést az olimpiára. Máté jövőre több hazai és külföldi versenyen is rajthoz áll, majd márciusban pedig kipróbálja magát az 50 kilométeres távon. Az eredmény függvényében dönti el az atléta, hogy melyik távon indul majd az ötkarikás játékokon. A felkészülés 6. hetében jár a nyíregyházi kosársuli amatőr nemzeti bajnokságban szereplő együttese. Farkasinszki Gyuláné tanítványai vasárnap Kassán lépnek pályára a helyi NB1-es csapat ellen. A klub serdülő csapata szintén Kassán vesz részt egy 3 napos tornán. A megszokott hazai környezetben készülnek a nyíregyházi női kosarasok, akik már egy edzőmeccset is játszottak a Szent Imre gimnázium csarnokában. A Szolnok elleni 80 pontos győzelemből sok mindenre nem következtethetett Farkasinszki Gyuláné edző, aki a bajnoki rajtig hátralévő, bő 2,5 hetet szeretné a lehető legjobban kihasználni. Nem kezdünk csak október 4-én, tehát azt jelenti, hogy még ezen a héten is nagyon sok lesz a fizikai munka, de természetesen már a labdás feladatok, már a játék képét próbáljuk kialakítani erre a szerkezetű csapatra. Ezen a héten már most elkezdjük a védekezést gyakorolni. Tehát ugye most azért végig kell gondolnunk a támadó játékunkat, is igazából, tehát center posztra egyetlen egy játékosunk maradt az Orsi. Hát a többiek azok ilyen magas bedobónak tökéletesek, de nem használhatóak semmilyen körülmények között, ezért ugye úgy kell átalakítani ezt a játékot, hogy egy centeres játékra minden magasabbra kihozni az Orsit, hogy a többieknek ott palánkra sok hely maradjon. Ezzel teltek, és most már elkezdtük azért a dobó feladatok is, tehát különböző formáció dobó feladatokat pontosan azért, hogy minden nagyobb teret kapjanak a kis emberek, és ugye kintől is az jó lenne minél több ponttal majd a mérkőzéseken beszállni a kicsiknek is.
Az NKS serdülő csapat a péntektől Kassán szerepel egy tornán, amelynek zárásaként a felnőttek vasárnap pályára lépnek a helyi NV1-es együttes ellen. Kíváncsi vagyok arra, hogy a csapategység alapjában hogy állt össze, kíváncsi vagyok arra, hogy azok az emberek, akik utólag csatlakoztak a csapathoz, azok azon a poszton, amire mi számítunk, valóban használhatók-e vagy sem, és megnézzük azt, hogy a védekezésben az a szisztéma, amit megpróbálnak kialakítani, az valóban hatékony-e, hogy egy egészen másfajta védekezés formát kell majd keresnünk a csapat számára. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjában a Cegléd visszalépése miatt végül 10 csapat indul. A nyíregyházi kosársuli október 4-én a nyitófordulóban a Diósgyőr második csapatának otthonában lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Több ezren tudtak elhelyezkedni a munkahelyteremtő pályázatoknak köszönhetően Szabolcs-Szatmár Bereg megye mikro-, kis- és középvállalkozásainál, mondta el kérdésünkre a munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár. A kedvező statisztikák ellenére azonban a megyében még mindig magas 15-20%-os a munkanélküliségi ráta. Több ezer ügyfél már váltott is, miután csődbe ment az Astra biztosító. A romániai pénzügyi felügyelet visszavonta a jogot, nem működhetnek tovább az Astra biztosító magyarországi fiókjai sem. A gépjármű felelősség biztosítás átvihető más biztosító társaságokhoz. A károkat és a befizetett díjakat a romániai garancia alapból visszakapják a magyar ügyfelek. Minden kis- és középvállalkozás számára Szabolcs-Szatmár Bereg megyében kiemelten a mezőgazdasági vagy a mezőgazdaság közeli cégek számára nyújthat Svájcban piacra lépési lehetőséget a megyei kereskedelmi és iparkamara, valamint a svájci magyar kereskedelmi kamara. Jelenleg elsősorban fémipari és autóipari cégek termékeit szállítják a német nyelvterületekre, de további érdeklődők jelentkezését is várják. A Kölcsei Televízió híradóját látták szerdán. A legfrissebbekkel holnap este jelentkezünk. Híreinket addig is megtekinthetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Legyen nagyon szép az estéjük. Viszontlátásra! Tovább fokozódik a meleg. A Nyugat-Európa felett örvénylő ciklon keleti oldalán az évszakhoz képest is igen meleg, száraz levegő érkezik a Kárpát-medencébe. Éjjel változóan felhős idő várható, számottevő csapadék sehol sem valószínű. A déli szél éjszakára mérséklődik, különösen völgyekben számíthatunk éjszaka már többnyire gyenge szélre. Reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben alapvetően napos, száraz idő várható, legfeljebb átmenetileg szűrheti a napsütést fátyol felhőzet, esetleg kevés gomoly felhő. A nap elején még gyenge szél fokozatosan mindenütt délire, délnyugatira fordulhat, és egyre nagyobb területen megerősödhet. Délutára 32 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. Szombatig folytatódik a hőség, vasárnap aztán nyugat felől hullámzó frontrendszer érkezik. Hatására csökken a hőmérséklet és záporok, zivatarok alakulnak ki. A jövő hét elején is sokfelé csapadékos, egyre hűvösebb, szeles időre számíthatunk.